Nagy István egy korábbi nyilatkozatára hivatkozva kezdte meg sajtótájékoztatóját a Magyar Szocialista Párt helyi szervezete. Kovács Tamás elnök a városvezető szavait idézte, amely szerint kötött pályás tömegközlekedést vezetnének be a városban a távoli jövőben. Az elmúlt 8 évben teljesen leépült Mosonmagyaróváron a helyi tömegközlekedés, fogalmazott Kovács Tamás képviselő. Az utas létszám az elmúlt 8 évben a korábbi 2006-os 2,1 millióról 2003-ra 1 millió alá csökkent, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 50%-kal csökkent Mosonmagyaróváron az utas létszám. A megtett kilométerek száma helyi viszonylatban 380 ezer kilométerről, ez szintén 2006-os adat, 84 ezer kilométerre csökkent, ez 78%-os csökkentést jelent. Az önkormányzati képviselő szerint napjainkban az önkormányzat már semmilyen támogatást nem ad a volán közlekedésnek. A helyközi buszjáratok esetében 21%-os csökkenés figyelhető meg a megtett kilométereknél. Én azt gondolom, hogy a városnak, a város vezetésének egy rendkívüli érdeke, hogy a városlakók normálisan, kellemesen tudjanak lakni a városban. Emiatt azt gondolom, hogy a közösségi közlekedés helyreállítása, visszaállítása a város számára nélkülözhetetlen. Kovács Tamás úgy fogalmazott, amíg helyben normális helyi, illetve helyközi buszközlekedés nincs a városban, addig teljesen felesleges és értelmetlen dolog kötött pályás közlekedésre gondolni.